a faluba. Tápászkodik sörkel sövet, fehér terveket szöveget. Szórja a hinti, hol elhalad, két marokkal a friss havat. Fehéredik domb és lapány, olykor, olykor a tér megáll. Karácsony alkalmából ismét egy megható műsort láthattunk a gyerekektől. Mennyit készültek, és hogyha jól tudom, nem ez volt az első, amikor előadták ezt a műsort. Igen, nagyon sokat készültünk a kollégáimmal együtt. Már november elején elkezdtük a készülődést, hiszen az első adventi vasárnapon mi léptünk fel ezzel a műsorral a városi gyertyagyújtáson. Azóta vendégségben voltunk az Ötvös iskola gyertyagyújtásán, voltunk az idősek otthonában, mindenhol nagyon jól sikerült a maguk gyermeki ügyetlenségével időnként, de azt gondolom, hogy mindannyian bájosan és kedvesen adták elő a műsort. Milyen ajándékokat kaptak a gyerekek? Nagyon-nagyon változatos ajándékok voltak. A kicsiknek a játék, az autó, baba, sálak, toltartó, édességek, ékszerek, tehát mindenféle változatos dolog, és ezt köszönhetjük a fenntartónknak, a Sziltop Kft-nek. Egyére szabottan voltak összecsomagolva az ajándékok, minden gyerek, aminek örülne és ami az egyéniségéhez illik. Ezek szerint akkor mindenki jó volt a Kossuth Lajos általános iskolában, de ha jól tudom, a jók között azért voltak legjobbak, ami egy kis házi versenyen dőlt el. Erről mit tudhatunk? Általában az ünnepi körökhez szoktuk igazítani a házi versenyt, ami áll a tanulmányi munkából, a magaviseletből, az egymáshoz való viszonyulásból. Itt egyénileg is gyűjthettek a gyermekek díjakat, most angyalkát gyűjtöttünk lévén, hogy karácsony van, és az osztályok is együtt, és így az alsó felső tagozatból egy-egy osztályt értékeltünk, illetve osztályonként egy-egy tanulót. Ez egy nagyon sűrű év volt az iskola számára, de nem csak a gyerekeknek volt sűrű, mert úgy néz ki, hogy ebben az évben eldőlt az iskola sorsa a következő 10 évre. Igen, hála Istennek, sikerült stabilizálni az iskola helyzetét, hiszen ebben az évben a Sziltop Kft-nek lejárt a 10 éves köznevelési megállapodása, amit nagy szerencsénkre a Kft. Megújított, tehát további években is fenntartóként kíván működni, ezért mi nagyon hálásak vagyunk mindannyian, és igyekszünk mindent megtenni. A tanév elején egy nagyszabású ünnepélyes tanévnyitót rendeztünk, ami szintén rengeteg munkával járt gyerekek, felnőttek részéről egyaránt, illetve azt is el szeretném mondani, hogy ebben az évben, ami hosszú évek óta nem történt, 2 sikeres pályázaton vettünk részt. Az egyikkel a nyáron Komlósi Kondán táboroztunk a gyerekekkel, illetve a másik pályázat az Innovatív Iskolák pályázat második fordulójában 12 millió forint támogatást nyertünk el, ahol az erdei iskolától a különböző szakmai napokon keresztül, a gyerekeknek a témanapok, témaheteken keresztül rengeteg fejlesztő eszközt és felszerelést tudtunk vásárolni, ami nagyban hozzájárul az oktatás sikeréhez. Most egy kis pihenés következik, de mik a tervek a következő évre, hogyan indul majd a január? Hasonló nagy lendülettel indul mi most. Készülni fogunk először a farsangra, aztán a húsvéti ünnepkörre, illetve ismét pályázatokat szeretnénk felkutatni, támogatókat keresni, akik lehetővé teszik azt, hogy ismét táborozni tudjunk.